Június 28-án hajnalban gyulladt ki az almási lakótelepen az a lakástűz, melyben egy fiatal lány súlyosan megsérült, és hogy megmeneküljön a lángok elől a negyedik emeletről, szerencsésen a ház előtt található bokorra esett. A lányt a kiérkező mentők azonnal kórházba szállították, és az intenzív osztályon ápolták. Azóta másfél hét telt el, a lány felépülése jól halad, jelenleg a traumatológián gondoskodnak róla. Kitti sok szerető közösség tagja, többek között a Fehérvár Antoners amerikai futballcsapat cheerleader formációjának is. A hír hozzájuk is eljutott, és most szombaton a Prága elleni mérkőzésen szeretnének ők is segíteni a bajba került lánynak és családjának. Szombaton érkezik hozzánk a Prága csapata, és a mérkőzésnek a teljes belépőjegyeknek az árát fel szeretnénk ajánlani a család számára. Igen, hiszen ők ugye most jelenleg mindenüket oda vesztették a tűzben. Az Antoners azoknak a szurkolóknak is várja a felajánlását, akik kisebb háztartási géppel, ruhákkal szeretnének segíteni a tűzben mindent elvesztő családnak. Van lehetőség arra, hogy aki szeretne bármilyen tárgyi felajánlást tenni, gondolok itt akár ruhákra, akár ilyen kisebb háztartási eszközökre, azért nekünk is limitált a helyünk, az be tudja adni egyébként a bejáratnál lévő shopba, és akkor utána azt el tudjuk juttatni a családnak. Hogy minél több szurkolót megmozgasson az akció, a fehérvári amerikai foci csapat közönség találkozót szervez a mérkőzés után, ahol lesz lehetőség a szurkolóknak a játékosokkal találkozni, fotózkodni, vagy aláírást kérni. Kitti családját a képernyőn látható számlaszámon is lehet támogatni.